A vasárnapot a demokrácia ünnepének nevezte Varga Tamás székesfehérvár országgyűlési képviselője. Mint mondja, a városban élők nagy számban érezték fontosnak a választást, csak úgy, mint 4 évvel ezelőtt. Most is kiemelkedő volt a részvétel. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik ránk szavaztak, a folytatásra szavaztak, és szeretnék, hogyha ezt a munkát, amit eddig az elmúlt 12 évben közösen együtt a fehérváriakkal végeztünk, ezt a munkát folytatnánk. Én, ahogy eddig, szenvedélyesen, alázattal és kitartással kitartóan fogom képviselni a fehérváriak érdekét, és fogok dolgozni Székesfehérvárért. Varga Tamás hozzátette, a következő 4 évben is valósulnak meg beruházások, ezek egy részének kivitelezése már meg is kezdődött. Kórház új tömbjének a megépítése, a multifunkcionális csarnok megépítése, ugye a székesfehérvári jéghoki otthona, bár a csapat az első 2 mérkőzésen helyt állt, de nem tudott nyerni, bízunk benne, hogy a folytatás jobb lesz, de ennek a csapatnak ez lesz az otthona, és arra büszkék vagyunk, hogy ezt meg tudtuk teremteni, és ez hamarosan meg fog épülni. Középiskolai kampusz programunk fejlesztés is folytatódik. Ez 19 milliárd forint, amelyet a székesfehérvári iskolákra tudunk elkölteni. Az országgyűlési képviselő elmondta, vannak egyelőre láthatatlan fejlesztések is. Megtörtént a közbeszerzési kiírása az intermodális csomópontnak, amely meg fogja oldani a közlekedési problémák egy részét. A zöld buszok forgalomba állításával pedig a közlekedés fejlesztésben és a környezetvédelmi programban is nagyot lép előre a város.